Jó, most nagyon szar lesz itt menni, de él túl, még kifordulunk, jó? Okay. De ha akarod, meg is fordulhatunk. Figyelj csak, nem fordulunk itt meg? Fúha, akkor jelez jobbra. Aha. Egész kiengedjük, hogy ne menjünk ki még szerintem annyira a főútra. Most jelez balra, én is tekerd a kormányt. Nagyon jó. Nézz oldalra, akkor kimegyünk a Honvédség felé. Ez nyugodtabb ez a kártevisz. Okay. Egyet értesz? Ja, igen. Igen, mehetünk. Ha jött volna valaki, pici fél. Jó, jó, jó. Nagyon jól csináltad. Gyakoroltál amúgy? Nem. Ficceltem csak. És akkor mikor tekered? Már tekered az egyenest, hogy ne várd meg soha, hogy beforduljon teljesen. Okay. Jó, most egy picit adogattad, de ugye igen. Ma majd erről még biztos érezted, hogy igen, hogy nézd meg, így csinált egy ilyet. Mindig jó, serges, meg fent, igen, igen. És mehet egy pici gáz. Hát le! Pásztor az előre, jó, előre nézzük. Kicsikét. Én is későn is végeztem, nem tudom, meg ez az esős nap, ez valami katasztrófa, nem? Hát az így, hogy engem... nem mentünk udvarra, bent voltunk. Jó, az nektek meg azért, nekem az, hogy tompi. Engem is, meg benneteket is szerintem. Nem fázol? Nem. Tényleg? Nem kell izgulni. De egyébként, ha egy pillanatra ide nézel, akkor ide, akkor ez a hideg meleg. Nézd csak meg egy picit. Hát ott. Hogyha idébb teszed, akkor mindig tudsz fűteni. Jó? Tehát, hogyha bármikor fázol, tekerd egy kicsit feljebb. Úgy drágább lesz az óra, de... Hát csak azért, mert akkor meg izzadni fogok. Na, amúgy én is izgulok, tudod. Hát, hogy neked nem kéne. Ne, viccelek csak. Figyelj, csak elmegyünk majd a laktanya felé. Aztán ott valahol megfordulunk majd, jó, és jó. Akkor befordulunk lehet, és akkor elkezdjük a kis köröket, aztán egy pár elindulás, megállás gyakorlunk, egy nagyon pici tolatunk, jó, okay. És akkor ilyesmire készülj ma is. Tehát semmi, folytatjuk a módkarit, jó? Csak egy a lényeg, hogy gyűjtsd a tapasztalat. Hát az utartásod teljesen jó, látom, messzire is figyelsz, ugye, hogy megbeszéltük, igen. Nagyon jó, gödröket, így van. Majd csak lesz aszfaltozva ez. 2041. Lenyugdíjra megyek. Ne neves. Jó, vedd vissza a gáz teljesen, és jelez jobbra fel a felé. Jelezhetsz is, aha. Igen. Igen. És egy picit nyomd a kuplungot, mert nagyon gyors ez az autó. Még egy picit nyomdáljál. Igen, és forgass be a kormányt. Felénk megyünk, jó? Tekerheted. És most lassan engedd a kuplungot is felfelé. Lassan, hogy ne lóduljon meg. Igen, igen. Ez a baj a dízellel, nézd meg, fölengeded és figyelj meg, itt a gázt adnám, érzed? Igen. Érted már? Még a sarkamat nem érzem, hát nem, hogy kuplungba hogy megy, és egy picit álljunk meg, jó? Meg kuplungba szalad, és egy nagyon pici, vigyázz, mert ez nagyon harap ez a fék. Csak éppen, igen, ez sok volt, jó? Jó. Oké, mehet az egyes. És szép lassan indulj el, és körözzünk úgy, mint ő. Látod? Megkeresed. Nagy, itt megvan, igen, itt megtartom, nem kapkodunk, és akkor jelezhetsz is balra, jó? Igaz, az elindulás is kellett volna, most nem akartam, hogy foglalkozzunk. Jó, így van, és akkor... Igen, de ő nem fog így megelőzni, mert látja, hogy balra ketyegünk. Látod? Nyugodtan lehetsz, igen. Látod, hogy az Attila egyébként tudom, a Kozsi. Jó. Vagy a feleség. És akkor szépen itt körözgessünk, nagyon jó. Rendben vagy? Hát... Most azért nem is volt annyira, mint Motka. Mert tudtad, hogy nem harapok, igaz? Igen, meg az úgy egy pozitív élmény volt. Na, és hogy? Pozitív élmény volt? A mozgóri, igen. Na, és de remélem ez is az lesz. Én is. Kuplunk bemegy, és pici fékkel állj meg, hogy szólt. Nagyon pici fék. Ez az. Ilyenkor a sarkad legyen lehet. Oké, szép, mehetünk. Megint elindulunk, de nem féket elengedheted is, nem? Maradhat. Vagy igen, de tartod. Ne engedd fél hirtelen, jó? Igen. Na most. Mondom, az a különbség az előző autóhoz képest, hogy ez jobban nyomatékból dolgozik. Ez annyit jelent, hogy engeded a kuplungot, egy kicsit most lenyomtad, nyugodtan enged följebb, akkor meglódul jobban, látod? Cserébe nem fullad le. De azért valljuk be, ezt uralni kezdőként, mondjuk egy parkolóba elég nehéz. Nyugodtan enged fel a kuplungot teljesen. Csak nem akarok kihagyni, úgyhogy most keddót ezzel oktatom. De azért meg lehet szokni? Meg de térünk vissza, Opel, ezt tudom. Az valahogy nem tudom. Az nagyobb az az autó egyébként, érdekes módon. Ettől függetlenül nagyon szeretik. Jó, megint kuplunk beszalad, és megint egy pici fékkel megállunk. Azaz, egy lehelet nyúl, igen. Jó, fékkel, és megint indulhat. Nagyon jó, megtartod. Nagyon jó, nem dobod el, azaz. Na, ez most nagyon szép. Ez jaj, az. Én most nyom vissza a kuplungot, igen, és megállsz. Nagyon jó. Szép észrevétel volt, látjunk is. Jó, gyönyörű volt, ezért kell szétnézni, igaz? Nagyon jó, köszönöm. Teljes profi vagy. Kellek még? Hát igen. Igen, csak igen.
és nagyon jó, hogy gyere lassan vissza. Jó, ilyenkor ne ijedj meg, én is láttam, hogy kíváncsi voltam, hogy reagálsz. Ha nem állsz meg, akkor én lenyom helyett a kukkongot és utána a féket, jó? Na most finom menetben, amit most csinálunk, hogy még csak gurulgatunk egyesbe, mindig kukkongfékkel állj. Amikor nagy sebességgel haladunk, akkor az autó lendületét vissza kell venni, és akkor mindig a fékkel kezdünk. De most még a kukkongban. Megpróbálunk még egyszer megállni, nem haragszol? Nem, jó. Már most? Igen, kukkongban szabad. Akárhol, igen. Nagyon jó. Ez az ismertünk is, jó? Oké, és a következő körnél majd, mert egy picit lejt az út, jó? Semmi jó, ilyen loj lesz majd, igen. Ilyenkor úgy kell mindig elindulnod, enged föl teljesen, kukulongok, benézel, úgy kell mindig elindulni, emelkedőn, hogy a féket csak akkor szabad felengedni majd, amikor megvan a fogáspont, és úgy sose gurulsz vissza. Jó, biciklisre figyelj, igen. És akkor egy utolsó kör, mert én már szégyedülök, te nem? Nem annyira, figyelek. Amúgy szeretek itt menni, csak lehetne jobb az út. Én úgy hülyéskedek csak. Persze nem szégyedülünk még. Megint álljak magam? Így van. De most teljesen menj ki, úgy, hogy az elején, és utána vissza fogunk haladni. Jó? Jó. Segítek. Nem kell megint. És szépen legyomra kukkodok teljesen. És akkor fékkel rájössz egy picit később, látod? És akkor hagyd menjen. Azaz, és nagyon pici fék, egy minima. Nagyon jó. Na, egyszerűen profil csinálom megint. Jó, mehet a hátra. Akkor azt most, úgyhogy mindig üresbe teszek. Igen, és akkor ezen hol van a hátra, mehet, nézd meg? Ott. Aha, akkor mehet is. De... milyen szerint vagyok, én nem le tudom meg mi. Valamit, na, nem? Milyen okos? Jó. Le kell nyomnod. Le jó, kell van, nyomni? Kíváncsi voltam. Profi, nagyon ügyes és vagy. És akkor most felengedem? Jó van. És akkor, igen, de most már nagyon óvatosan, mert hátrafelé még nyomatékosabb az autó. Jó, ez azt jelenti, hogy megugrik. Lassan gyere a kuplunknak, és a tükörbe figyeld az évet, és próbáld azt lekövetni. Igen, nem megyünk végig körbe-körbe, csak egy olyan 10-20 méter. Azaz. Nagyon jó. És látod, hogy mi történik? Ez baj. Na, hát igen, minden nagy félt, hogy nyom lejjebb, igen, és most már. Egy nagyon pici. Aha, nagyon pici. Igen, de ha jól csinál, akkor mehetünk többet is, igen. Bírja a bal lábad amúgy? Bírja, okay, de jó. Nagyon jól csinálod, és megint egy picit forgathatsz, látod? Én nekem ugye a tükröm nincs ennyire leállítva, én a tiédbe csalok egy picit, igen, és megint egy pindulit szedheted balra. Igen, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez az, még egy picit. Na, tök jól csinálod, és egy kicsit most egyenesítheted vissza, egy nagyon picit, azaz, és álljunk. Na, olyan volt. Fura. Fura, most ezt a tükröt nézd. Jó? Uh-huh. És most ugyanúgy tolassunk, hogy ne menjünk a fűre. Jó? Abba is belenézhetsz, te csalhatsz, de szeretném, ha ezt is nézd. Jó? Uh-huh. Néznéd. Igen. És akkor indulunk, és egy picit majd balra fogod vinni a fenekét. Mindig amerre akarod, akarsz menni a fenekével, arra kezdhet. Igen. És nagyon jó. De érzed a kuplungot, hogy egész jól csinálod? Mondjuk annyiból szeretem ezt az autót, hogy nagyon finom a kuplungja, tehát tudod, nem teszi tönkre a lábadat, hogy folyamatosan erővel kell. Most nézd a másik tükröt, egy picit visszaszedhetnék a másik. Nagyon picit, nagyon kicsit csak. Azaz, nagyon jó. Hát ez egy ilyen éven dolatunk. Azért fontos, hogy a kezed, egy picit jobbra, nem figyelek, picit jobbra szed. Igen, hogy a kezed mennyire érzi a finom mozgást. Jó? Oké, kuplunk le, mert kicsit elzsibbadtál, mehet az egyes. Ilyenkor nyugodtan csak húz ki, tehát nem kell nyomkodnod. Igen. Üres, mindig üresből táplálkozunk, és mehet az egyes. Nagyon jó. Oké, szép volt, mehetünk is. Nagyon bonyolult? Hát... de van kedve csinálni ezeket? Igen. Jó, muszáj. Jó? Tehát ne utálj. De ez a hátramenet ez végül. Nem tetszett? Pedig amúgy egész jól csináltad. Nem tudom, nagyon jól csináltad. Figyelj, csak nem sietünk, megyünk az Audi után, jó? Oké. Jó, és akkor azt jelenti, hogy nyugodtan addig engedd fel lassan a kuplungot, csak lassan, hogy ne fájjon a lábad, igen. Semmi baj, most már felengedheted. Jó, mehetünk. Igen, betekered. Baj, ha még nem jelzel is. Még egy picit menjünk is. Egy a lényeg, hogy ott az ezüst Mercedes előtt megállunk egy picivel. A patka mellett, jó? Tehát jó, most finoman lenyomod a kuplungot. Igen, tehát a hajtás szétválasztod. Igen, menj még egy picit előrébb. Igen, és egy pici fékkel egyenes kormánnyal megállunk. Ez így nagyon jó. Most kiteheted üresbe, csak hogy elmondjam. Jó, nyugodtan fel a kuplungot, így pihenek a lábad. És nézd meg. Látod a szegélyt? Messze vagyok. Nem, nagyon jó az így, de nagyjából látod, hogy egy pindulit ferdék vagyunk, egy nagyon minimálisat vagyunk balra. Uh-huh. Látod, mert a segge jobbra mutat. Uh-huh. Na most azt akarom, hogy teljesen a fűig eltolassál úgy, hogy se nagyon ne kaszálj be a másik sávba, se
ne menjünk fel a szegélyre. Ezt a kutyagutást még otthon is hallom, hallott. Kemény szomszédoknak, nem? Jó, mehet is. Mit csinálok? Tehát lenyom. Igen, ja, nem. De arra nem most jó? Tesztelsz? Igen. És akkor ezt lenyom, aha, és nagy jön egy autó. Magad? Nem baj? Azért hagytunk helyet magunk mellett. Most itt azért nagyon jó. Jó, várj meg. Rúba. És akkor néz a tükörbe legalább, igen, most, hogy van-e valaki mögötted, és ha nincs, akkor szépen. És akkor most mit csinálok? Kicsit jobbra megyek. Majd, inkább majd balra. Jó? Igen, igen, de figyeld, elindulsz és fogod látni. Jó, szépen lassan, ugyanúgy, mint az előbb, mikor event alattál. Nagyon szép. Semmi baj, észrevettem. Ja, a féket engedte. Jó, nyom lejjebb a kuplungot. Igen, mert most a fék meg kicsit megbolondított. Igen. Jó, teljesen elengedheted, és indulhatunk hátra. Ne javíts annyit, mert fölmész a patkára. Látod? Igen, gyere a kuplunggal. És azt kell megértened, hogy tolatva, amikor csak finoman akarod elvinni az autót, akkor ki, így van, kis mozdulatot. Jó lesz az. Nézd meg, nagyon jól csinálod. Nagyon jó, és vissza is teheted egyenesbe. És már csak tolas hátra, és néha néz a tükörbe. Látod, hogy simali van? Gyere lassan. Hát amikor áll be otthon a fater muter a kapun, garázsba, így kell a kuplunggal dolgozni. Ez a finom menet. Nagyon nehéz a lábadnak? Én sosem fogok. Na-na, adnám az elemszégyent, hallod? Jó? Jó, meddig megyek. Nyugodtan a fűig menjen. Jó, egy picit balra korrigáld. Nézd meg, csak észre fogod venni, mindjárt megint előkerül a fű. Látod, az a szegély. Látod? Ez az. És vissza is teheted egyenesbe a kormányt. Ilyenkor rápillantasz, de hogyha jó a, igen, az a geometriai érzéket, akkor látod, hogy körülbelül hogy vagy. Vagy érzed, hogy vagy. Most még nem. Nagyon jó. Nagyon jó. Én mindig nézem a környezetet, jó? És akkor kuplunk, lemehet, és pici-pici fékkel megállunk. Na, teljesen jól csináltad. Nem tetszett? Tegyük üresbe. Kicsit. Akkor most szennyel leszek veled. De esküszöm neked, ma már csak egyet tolatunk meg, amit most fogok tanítani, jó? Jó. Figyelj, csak tanítani. Megint oda megyünk, de most a piros autó körül állunk, meg nem megyünk olyan sokat, és itt végig tolatunk a sarokba. Látod? Leköveted az évet. Magyarul melyik tükröt fogod használni? Ja igen, ha hátra mennek, hogy zavar az ő kikapcsolatom, ezt tudom. Jó. Nem? Jó. Zavar amúgy? Nem. Jó, de a zavar kapcsolat ki, jó? Engem zavar. Jó, akkor kikapcsolat. Most... Mehet az egyes kuplóba. Ja, igen, mindig. Igen, mindig azzal kezdi. Mindig sebesség, irányező körültekintés. Okay. Hát ha belefér, jelez, jó? Most jelezzük? Jelezzük, kezdjük el most már, hogyha elindulsz, igen. Szép, lassan. Egyébként régen ez volt a házirutin pálya. Itt kellett fölgyorsítani az autót. 40-ig. De zavaró, hogy ott ülnek a kocsiba. Így kuplunk be. Szerintem csak gyönyörködnek bennünk. Hát. Ez az, pici fék. Ez az. Nagyon jó. Mehet a hátra menet. Szóval elhafázol. Igen, először lenne, de várjál. Mindig úgy van, hogy hogy tudja. És mehetünk is. Nézzél hátra azért, és nagyon lassan gyere, és próbáld ezt a változást lekövetni. Kicsit vizes a tükröm, de azért fogsz látni benne annyit, látod? Lassabban megy. Igen, és akkor ahogy látod, hogy a szegély kezd eltűnni, tekerheted befelé. Aha, nagyon jó, lejjebb a kuplungot, és te nagyon jó. Nagyon jó, kevésbé gazdálkodunk, profi. Ha úgy érzed, hogy sok, akkor visszatekered. Jól csinálod. Hát, nagyon szépen csinálod. Van érzéked a vezetéshez. Szerintem nem kell neked 100 óra elég, az 77. Nem szeretsz olyan ürítesen. Kuplunk be. Nagyon jó. És figyelj, most visszatekerheted egy picit, látod? És így nem megy föl. Azaz. Nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Okay. Most te nyomod. Nem, nem. Mit, melyiket érezted? Jó, nyom vissza. Igen, már nem nyomtad be teljesen. Tedd üresbe. És most nézem, milyen jó lett. Enged fel a kuplunkatosság. Látod, szegélyre sem mentél, de nem tolattál át a másik sávba. Nézd oda? Látod, itt a patka egyébként mellettünk. Tök jó, és a fiam megjön. Ezt igen, de ez régen, még mondjuk anyudnak ez vizsga feladat volt. Most már nincs ilyen, ezt kivették a vizsgából. De ez például egy nagyon jó dolog, hogyha milyen, hogy vigyázz a futóművel, látod? Én tanítottam. Szóval az a lényeg, hogy ha te kihúztad olyan feladatot, hogy saroktolatás, akkor az volt, hogy ide betolattál, én kapcsolt ki a zavar. És innen megfordultunk balra. Kicsit túlütött. Jó, és de egyébként hol van ilyen az életben, hogy be kell itt tolatnod valahol, és így fordulsz meg? Van ilyen? Létezik ilyen? Biztos. Hát mondjuk egy... Hát igen, de az életben mondjuk, ha megfordulsz a kapubeállóba, tudod, hogy befordulsz egy hídra, és akkor megfordultál, tudod? Jó, így szokott. Na, mehetünk is. Jó, jelzés. Balra, egyes. Balra. Aha, és akkor mehetünk is. Kuplunk beszaladt. Így van. Kicsit ez most erős volt, jó? Ja. Tartod? Mármint az egyes. Csinált egy ilyet a vádul, hogy úgy. Mint az Olika is, hogy ilyet ne csinálja. A filmekben így szoktam. Jó. És jó, akkor és a felétek? Aha.
Nagyon jó. Alul egy kicsit még fura ez a kormányzás, de irány az állomás. Jó? Ezt a gödröt kerül már ki, légy szíves, és utána most már lejöhetsz, igen. Most már? Igen, igen. Ott meg van szakadva az utolsó panelnak a csücske, és nagyot itt tudod. Gyalogosok előtt elmenjél, látod, onnan leszállok a vonatról. Nekem annyira nincs pénteki hangulatom, neked se? Nekem tegnap volt. Neked tegnap, akkor lehet? Ó, jön a busz, sajnos kuprungoznod kell. Igen. Nagyon jó, nagyon pici fék, így van, nagyon pici. Szépen vissza is helyezed egyesbe a váltót. Féket vissza ilyenkor, így van. És akkor mehetünk is. Nagyon lassan a műsor. De legyél zavarba, azért mert forgalomba vagyunk most, jó? Figyelj melléd is, jó? Szőjük a gyerek megmaradt. Mit akarnak ezek itt keresztbe kassulni? Menjenek haza. Ő most azért maradja haladóban, mert ott a busz, látod, igen. Egyébként nagyon jó, mert oda kellett volna érkezni. Pinduli gáz. Veszem szóval, hogy műnek néznek. Igen. Jó, na semmi baj. Hát igen, ezért kell szabadulni minél hamarabb az egyestől, mert az egyesbe őrült nagy a nyomaték, és a motor, ne lenni nyugodtan, nem fogni. Ildikó, ügyes. Nyilván volt ebben, de kiszaladhatok. Visszabújnál a pocsolyás részre? Jó? Hova? Ide. Igen, finom el a gázt, és megfordulok, jó? Mert a kormányzás az most nem tetszett nekem. Igen. Jelezhetsz is balra. Igen, kisgyerek majd van, tükörben néz bele. Igen, igen, de ő elmegy. Igen, és most beforgathatod. Egyébként, ha elmegy ez a sok ember meg a buszok, akkor nyugodtabb lesz, tudod. Visszaforgathatod. Azaz. Jó, hát cseles vagy, mert visszaengedett a kormány fordulni, igen, de le kell kísérni így föl. Jó, na ezt kell majd gyakorolni. Itt jó helyen vagyok? Itt nagyon vagy jó megyek? Helyen vagy. Nagyon jó. Kicsit mehetnék be. Ez az, most már nagyon jó. Jaj, de jó. És nyugodtan engedd el a kuprungot, jó? Ez az. Na, megúsztad. Menjen egy pici gáz. Ez az, menjen csak, menjen. Majd utána lelépnek. És most visszaveheted a gázt, jó? Nagyon szép. Nem izgózta annyira, jó csinálod. Maradj a jobb oldalon. És akkor megint balra légy szíves, jelezhetsz is. De te érzed egyébként, hogy amit kérek, úgy helyjel közel egész jól hozod? Hát próbálkozom. De most nem jól csinálom a kormányzást, vagy az most jól csináltam. Most jól csináltam. Megáll. Most jól csináltad, mert beletekertél egyet fölül. Amit... Tehát, hogy ne adogasd. Igen, most vissza a kormány fölül. Fölül? Jó, jó, közel jó, volt! Jó. Mindig figyelned kell a busz irányhez, de még van mocorgás így. Igen, nagyon jól látom, figyeled a kasik között is. Így, hogy van mocorgás, lehet, hogy még nem indult el a busz. Jó, majd most tudod megint gyakorolni. Jó, jelez megint balra. Tudom, hogy jobbra megyünk egy picit, igen, de balra jelez, hogy megfordulunk. És akkor majd mielőtt bekanyolodsz, így van, elengedik a gázt, jó? Igen. Biztos érti mindenki, hogy miért adtunk ekkora feneket neki. Én most ott megállom. Hát nézd a tükröt, igen. Ha nem, akkor te állsz meg. Igen, nem, mehetsz nyugodtan. Most két vonat is jön a kedvedért? Fölül, azaz, és most ugyanúgy visszafölül. Tekerheted bátrabban, azaz, és több kicsit gyorsabban. Azaz. Nagyon jó volt. Egyébként ezt hogy fogod majd gyakorolni? Amikor az út széléről, amikor egy csiki bekötő, viszlek az út szélére, így látod, ilyen színuszgörbe lesz. Plusz, amikor fölállítom neked a szlalompályát legközelebb. Jó, igen. Na hát ott gyakorolgathatod a tekerést, tudod? Jó. Egyébként, hogyha van kedved és beülsz az otthoni autótokba kormányzás nélkül, ilyen simogatva játszhatsz fel. Látod, csak így leszimulálod. Nagyon jól csináltad. Most semmilyen érdekes, hogy két vonat jött. Mert vissza, igen, hát persze, hogy akkor gyakorolni. Köszönöm szépen. Itt azért nem tudok mit mondani, mert nagyon sokat nem kell tekerned. Látod, ha sokat tekersz, az nem lesz jó. Inkább majd a másik végén próbáld el, igen, a figyelmet fordítani, jó? Így. És most visszatekered, gyorsabban. Igen, mondom azért, ha a busz nem lenne itt, az nekünk jó lenne, de hát inkább mi zavarjuk a busz, tudod. Akarsz nagyon picit pihenni, nem? Jó, ezt már szeretem, ezt már szeretem. De ha nagyon precíz akarsz lenni, akkor, hogy kijövünk a jobb oldalra, azt is jelezni kellene. Tehát próbáljuk meg most hivatalosan, jelez fölfelé, visszanézze, és akkor itt a pocsolyán túl majd kisorolsz, így van. Hát most már teljesen fröskölöd össze. Így van, akkor jelezhetsz is most már balra. Látom, hogy a tekinteted már be is ment a másikba is. Így van. Megvár minket, megköszönöm. Igen, most forog, de lazán, és kicsiket, azaz.
És most kezdheted vissza nyugodtan, ugyanúgy fölül. Azaz, ja, csak kicsit. Nem? Akkor fedő. Van otthon fedő? 34 centis fedő. Nem vicc, nézd csak ide, így beteszed az öled. Most nem hülyéskedek, azt hiszik hülyéskedek. És az, itt a lábad segítségével forgatgatod. Nem viccelek, vagy ilyen vödörtető, valami poén, ami ilyen kerek. Azt hiszik, hogy hülye. Mindig, mi nekünk is ezt mondták mindig. Vedd elő a fedőt. Nincs meg ez a mondat? Hát nincs. Amúgy tényleg nevez, de ez nem vicc. Vagy amit mondtam, hogy leszimulálod. Kicsiket, 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 aztán nagyobbakat, aztán megint kicsiket, tudod, hogy szokjad. Uh-huh. Nem utálsz, hogy megyünk még egy kört? Nem. Jó. Na figyelj, nem szóltál ma, hogy jössz? Mi ez a forgalom? Hallod, jelesz ez balra. Péntek van, tudom. Szerintem mindenki megvárt, hogy elálljon az eső. Tudom, de neked van elsőséged. Majd csak megadja, volt tanuló. 47 évesen jött jogsizni, látod? Visszatekered. Nem is vagyok. Miről beszélsz? Hát én nagyon fiatal. Aj, de nem. Aha. Jelez jobbra, és menjünk be a busz elé, és akkor a busz mi ki is engedjük, jó? És akkor megállunk a rövid patkánál, ott a kicsi patkánál, jó? Hogy ne zavarjuk a buszocskát. Ennek örülünk fog. Hát még egy picit menjél, és akkor most kuplomhoz le teljesen. Nagyon jó, és egy pici fék. Ez az. Hátra menet. Nagyon. Kapod az évet, észrevetted? Jó. Amúgy azt látod, hogy egyre magasabbat ét? Egyre magasabbat kérek, észrevetted? Egyre itt többet már kérek. Ember életek van. Igen, de majd én nézem a tükröt, ne sírj, és nyom le a kuplomat. Megmondjam, hogy miért sírt a kuplomat? És egyet fogsz érteni. Mert a fékes lábadat nem tetted le. És kettő dologra koncentrálsz. Pihentest. Úgy, úgy, ugye? Csak egyre figyelj. Jó. Persze, hogyha... Meddig megyek? Hát még egy kicsit, egy koppanásig. Nézd a belső tükörbe is. Jó, én nézem a külsőt is. Nekem olyan, azért a periféria olyan a póttükörnek, hogy ellátok a kocsik közé is, tudod. Jön egy alagos. Látod, hogy picit közelítesz, úgyhogy javíts rajta egy kicsit. Aha, ez az. Nagyon jó. Ez az. Jó. És vissza is tekerheted. Nagyon jó. És nyomd a kuplomot teljesen. Pici fél. De amúgy nem rossz kezelni ezt a kocsit, nem? Ugye? Tedd üresbe. Jó, megint felhettem. Nem, ez tedd üresbe, igen, fel a kutul. Egy nagyon picit pihenj. Hadd figyelj már oda. Mi van ma itt? Ez a harmadik vonat. Szerintem ezek a tegnapiak, amik nem jöttek meg időbe. Hallod, én még itt nem látom. Ez 5 perc alatt, ez a harmadik vonat. Figyeled? De jó, na ennyi, nem baj, most már ütjük őket. Biztos, hogy az volt, mert... Jó, előre. Igen, és most Pestről jött, teljesen. De megfordulunk meg itt. Jó, akkor nyomom. De most már csak egy utolsót csinálok. Jó, esküszöm egy utolsót, és utána adok még feladatot. És most finom volt? Nagyon finom volt. Jelezhetsz is bal. Egyébként nagyon okos, hogy is tanulék, hogy ezt látom. Nézd oldalon. Nem lesz veled baj. Kíváncsi leszek majd, amikor már forgalomban megyünk, hogy az mennyire üt meg. Mert ugye most még ezek az alapok, ezeket nagyon jól csinálod. És akkor szokott probléma lenni, ha valakinek a város nem megy. Tehát itt egész ügyes. Nem baj, ha kattogsz. De leveheted, ha zavar. Mert azért tényleg megtévesztő. És akkor most már jelezhetsz majd balra, hogy megint megfordulunk. Már most? Már most. Kicsit kihúzódsz jobbra. Igen, úgyhogy a kuplunggal mehetsz lefelé, mert sajnos ő útban van. Látod, pici fékecske, nagyon kicsi, de itt vagyok. Mehetsz is, mert parkolt, igen, megy az zöldségesbe. Nézd a tükörbe és szedheted. Megállt. Igen, megállt. Nagyon jó. Azt már elébe megyünk elé. Nem kapkodunk, és érkezz a jobb oldalra, légy szíves ide. Igen, hogy ne zavard a mögöttes forgalmat, ez az. Nem haragszol egyébként? Jó volt az. Nem haragszol egyébként, hogy most tényleg így csináljuk? Menjünk majd rutin pályára, de... Nem jó, sok ember látja. Nem, semmi, nagyon szóval. Zavar téged? Kicsit. Tényleg? Nem ilyet. Jelzés bal, és figyeld, hogy elengednek kell. Jelezhetsz? Nem engedel. Nem engedel, akkor pici fék. Ennyi? Már is engedhetjük, és mehetünk. Jó, rátettem én is, nem kapkodunk. Ja, vigyázni kell veled, mert te mindent megérzel. Igen, figyeld, hogy kilépnek eléd. Nem, jó. Nem? Mehetünk, igen. Nem kapkodunk, igen. És akkor mehetünk is. Olyan hülye helyeken állnak a kocsikkal amúgy, nem? Jó, egy utolsó kör balra. Szerintem most, hogy elmegyünk, már nem lesz itt egy lélek se. És ennek ott mennyire örülhetnek, hogy én most így vagyok? Majd egyébként mehet az irányjelző. Egyébként jó, hogy mondod, majd ezt előbb-utóbb megköszönöm nekik. Csak félek a voltogatásoktól, tudod? Hogy kicsit sokat szedtél. Ne itt akard áthűzni a kezed, jó? Ez azért, ha ezt a fél percet nem bírják kivárni, vagy 10 másodpercet, akkor szerintem meg nagy baj van, nem? És tekered is vissza. Így?
Aha, nem nagyon jó csak. Látod, ha van rá mód, akkor te kell. Amikor csak keveset kell, akkor ne próbáld meg beforgatni, jó? Igen. Csak helyes lány tehetsz, alám, erre figyelj. Se öregek, se fiúk nem kellene. Te nem bírod ezt a folyékot? Annyira sokan vannak, azt sem tudom, hogy mi. Melyiket választ? Ja, hát nem. Amelyik a legkisebbet üti a kocsimban, jó? Mehetünk tovább, jelez majd balra. Jó. Igen. Csak igen. Most kimegyek ide. Hát vigyed a tükröt? Mehetünk, igen. Mehetünk, jó. Igen. Kikapcsolod. Odalépsz neki. Ups. Még egy kicsit. És egy gyors kettes, most mehet. Gáz, akkor nagyon szép volt. Én akkor... Na, lehagytuk őket. Rendben vagy? Igen. Akkor jó, akkor pihenj egy kicsit, most csak egyenesen megyünk. Viszont, hogy ne mondják, hogy feltartjuk őket, mi fog következni? Bizony, de még egy picit hagyd menjen. Egy picit egy okos autó írja is ott a jobb sarokban. Nem szeretem, hogy nézed, mert inkább a füllel kell dolgoznunk. Na, még egy picit gázt adsz neki, még egy picit. Igen. Most elengeded, mehet is a hármas. Aj, de szép volt. Csak előre, lazán. Ez az is, én a kuplón megy a gáz. Nagyon. Igen, ezek a kis... Na most érzed ezeket a megrántásokat? Ez a nagy gáz. Figyelj csak, meg ezt a bebúgást. Mehet egy pici gáz. Kijöhetnek. Zavar, hogy én gyorsan megyünk? Nem. Ez már 40. Kéne, hogy zavarjon? Nem, dehogy is. De nem félsz akkor ezek szerint. Most még nem, hogy itt ülsz ma. Nem, ugyanaz. Dehogy is, viccelek. És mehet egy pici gáz meg. Nanónál jobbra fordulok, jó? Igen, nem örülök én sem, mert ez az autó túl gyors. Tehát ott a kuplunga megint játszanod kell, de ne állj meg. Jó? De segítek. Vigyelj csak, vedd vissza a gázt. Menjünk el balra. Jó? Aha, igen, jelez balra. Igen, és húzd be a kettest ügyesen. Üres magadra hátra. Nagyon jó. Engedd a kuplungot lassan. Ne hirtelen és be is forgathatod. Mindjárt megjön a motorfék. Érzed? Uh-huh. És nagyon kicsi gáz, hogy ne rángass. Na, kicsit sokat adtál neki. Ilyenkor azt csinált, hogy engedtel és egy picit várjál, jó? Uh-huh. Ez az is egy picit. Ah, nem spiccel, mi volt, igen. Uh-huh. Egy picit nézelt az én oldalam. Jó, nem szétnézzük majd, tudom, mert vasok. Nem kell lenyomnod aranyosor? Nem kell. Nem, mert akkor meg is állhatunk, és azt nem szabad. Tudod, van egy állandó tempó, szétnézünk. Ezt majd csak úgy tudod hozni, ha nem kuplongozol. Nagyon jó. És figyelj csak, még egy utolsó kormánygyakorlat, és indulunk haza. Jól van? Jó. Fogod bírni? Már megyünk. Ja, de jó, ezt már szeretem! Ezt akartam hallani! Nagyon profi vagy. Egyébként nézd meg, jó társaság vagy, vagy az idő? Jó. De amúgy nem is gondoltad, hogy ennyi az idő? Nem. Ugye? Mit hittél? 5 óra? Nem tudom, még olyan alig csináltam valamit. Mit szeretnél? Na, de vicces vagyok. A milyen poénjaimat, ha megszakad, jó? Nem, nem, még azért odébb lesz, hogy kiteszlek, de ez tetszik. Azt hittem azt mondod, jó van, tudod, és akkor sohajtozol egyet, hogy mehetnénk már haza. Na jó, amúgy ez tetszik, hogy nem akarsz még menni. Ez most nekem egy pozitív dolog, megerősítés volt, jó van. Nem hallod a hangját, de ne, most már hagyjuk. Na, a feladat az lesz, elmegyünk oda a Pogány közép felé. Tudod, kicsit majd jobbra jelzel, kicsit behúzod balra, és egyenesen megyünk tovább, de ugye letérünk az útról. És az a kérésem, hogy majd álljunk meg, hogyha bementél a Pogány tüzéppel szembe a jobb oldalon, tehát ott az út szélén, jó? Jó. Hát valahol cselepetni, csak ezen az oldalon. Jó, nyugodtan menjünk még, még egy picit várj, ezen bukott meg egyik talán pénteken, előző pénteken, és most már jelesztődsz. Azért szennyasságban, hogy ezért megmutatták. Igen, ez az. Nagyon jó. Kuplunk beszaladt, hogy ne rohanjon a kocsi, és keresd meg itt a jobb oldalt, és szépen megállunk, de az úton maradj mindig. Most egy kicsit siettél, érezted? Kuplunk bemegy, igen, és maradjunk az utcán. Hát igen, és ha lehet, egy legközelebb majd egy jobb irányhoz. Jó, most egy picit kapaszkodtál kormányba, azért nem lehet ezt túl feszesen fogtad. Tegyük üresbe, és akkor elmondom a feladatot, jó? Föl a kormány. Na, ez segít kormányozni. Most miért megyek rá? Nem, akkor fog meg fénykkel. Egy annyira finom ez az autó, hogy mindenki is lejtőt megérez. Na jó, figyelj, bemegyünk oda a kis utcába, oda megfordulunk, majd bemegyünk ide a cserepekhez, megfordulunk, majd megint bemegyünk. Tehát ilyen 8-asokat írunk. Jó, rendben van. Oké, igen, a lényeg az, figyeld a kezem, először ez lesz, majd huszárvágással teljesen vissza, hogy meg tudj fordulni.
majd beengeded a kis kormány, igen, kis kormánnyal, majd huszárvágással balra, hogy meg tudj fordulni. Jó, egyszerűen erre. Igen, igen, de menni fog, mert most jó. Pont azt fogod sokat csinálni, a balt. Mert jobbra csak kicsit kell, balra többet. Figyelj, viszont figyelj csak, az a kérésem, hogy ne akar mindig pörgetni, mindig a lehető legnagyobb kört rajzold meg, hogy a szélét használd ki. Tehát a fűnél kihúzódsz, majd elmehetsz a muskátlikig, remélem érted. És akkor itt elmész a cserepekig, de eljöhetsz idáig, hogy a lehető legnagyobb kört rajzol, és ne ess át a bal oldalra sűrű, mert az nem jó. Mindig a jobb oldalra kell érkezned. Oké? Okay. Nincs vagyok, segítek, jó? Na. Jó feladat egyébként, ez nagyon tetszik a tanulóknak, mert a kormányzást nagyon lájtosan be tudja, és nincs forgalom. Bezárt az üzép is, mehetünk. Oké, okay, akkor most legyen. És... sebesség. Jó, hát ennyi beszélgetés kell, tudod, hogy elmondjam a feladatot, jelez be arra, hogy elindulsz. Aztán most nem jelzünk jobbra, tehát most ne foglalkozz vele, most csak a kormánnyal. Jó, majd én figyelem a környezetet. Ez az, lassan enged fel a kuplungot, igen. Ez az. És hagyod így bemenni az autót, mehet is a kormány. Magyarul leköveted az évet, látod? Tehát jobbra nem kell sokat tekerned. Jó, és hagyd menjen még, és látod a nyomokat? És most már meg is fordulhatsz, igen, bátran tekert, bátran. Igen, szétnézünk, kuplungot nyugodtan felengedheted. Föl. És az nem baj a fölött, és már teked vissza. Azaz. És akkor megint, hát belemegyünk a pocsolyába, és utána megyünk bele oda, jó? És akkor meg is nézheted majd a keréknyomot, amit leírsz egy évet. Figyelj, ez az, még egy kicsit, és most már tekered is lassan. Nagyon jó. Ehhez a széléhez elengeded, és nézd vissza, és lengedheted. Még egy picit, még van egy picit, ez az. Nagyon jó, visszatekered finom. Csak finom. Érzed, hogy alakul? Mm-hmm. Nagyon szép. És ez ennek nagyon jó kormány műve van. Hát ezt a feladatot itt nagyon szépen tekerheted, nagyon szépen be lehet gyakorolni. Ez az. Jó, nagyon jó. Nagyon szép. Fú, nagyon profin csinálod, de úgy. Ez egyszerűen fenomenális. Anya is azt mondta, hogy mindig azt mondtad neki. Aztán a múltkor mégis azt mondtad, hogy nem én voltam neki. Jó csinált? Nem, az alapokban jó volt. De a forgalomban egy kicsit megakadt, tudod. Nem volt ő rossz egyébként a kerhet, tehát ott van a keréknyom. Hát az első látod, egy picit más ívet fúz, mert hiszen kanyarodva mész. Nem, a forgalomban volt ő egy picit, tudod. De hát azért forgalom az nem egyszerű. Nagyon istenkerhet. De nem, te amúgy nem nagyon jól csinálod. Nem szoktam túl dicsérni a tanulót, ezért mindig megkapom amúgy, hogy pukar vagyok a dicséretekkel. Csak akkor szoktam, hogyha tényleg jó. Nem unod? És ezt jó kitaláltam, nem? Ugye? Nincs forgalom, mondjuk ha az én tüzé, mint van, azért szoktak lenni, és akkor annyi, hogy majd kezd el a holtereket visszanézni, te is jó. Azaz, nagyon jó. Nagyon jó. Szerintem ezek a feladatok nélkülözhetnek. Valaki elkezd forgalomba kezdeni, úgyhogy rögtön beviszi az oktatója a Budaörsi útra, meg éneket olvasok, meg végig mennek, mit tudom én, nem hetesen, meg ilyen hülyeségeket szoktam olvasni, nézzük, visszakuprunk be, és picifék. Ez az. Nagyon jó, és mehetünk is. Ez honnan jött, mi? Ez az. Nagyon jó. Nem dobod el? Igen. Szóval az a lényeg, hogy enélkül, hogy nem tudtok kormányozni, nem tudom, hogy hogy lehet kivinni az embert a forgalomba. Tehát belétek ivódik a rossz. Így viszont nagyon finom, mindenféle külső inger nélkül tudsz magaddal foglalkozva begyakorolni egy feladatot. Így van? Akármilyen uncsi, de én amúgy nem unatkozom, amit én szeretem, ezt olyan szépen tekergetitek. De biztos unatkozom. Én nem? Biztos lesz benne, hogy nem. Akkor azt látnád rajta. Jó, és akkor jelez jobban most van. Igen, és behúzolsz. Igen, most jelzel balra, és megfordulsz. Jó, nézz a holterekbe is. Jó, egy kapu. Nem, az még össze volt, nézz vissza. Menj autóljon, de egy se jelzett jobbra, tehát mind. És most már mindig az egyenes állásnál jelez, igen, vigyázz a fűre, nem egy rá, nem baj, semmi baj. És akkor beengedett szépen, beengedett, nagyon jó. Kicsit lassabban, igen, azért most jelz balra. Holtérben nézz vissza, tekered közben. És ami nagyon fontos, hogy miközben visszanézel, a kormányzás ne álljon meg. Na, érezted, hogy teljesen rendben van most a kormányzás? Ja, visszapattam magát, egy utolsót csináljuk, jó? Visszapattam magától, tehát neked csak az kell, amikor már megfordulsz, majd ő egyenesben rakod, akkor visszapattam, igen. Jelezhetsz balra. Hát ez nagyon, nagyon szépen csinál, egységesen jó, csak ne törd az igen. Ej, de szép. Nagyon jó. Mert ugye ilyenkor a tükörben nem bízhatsz, mert annyira változik benne a látvány, hogy ilyenkor saját szemeddel meg kell győződni. Na, nagyon jó csinál, tényleg.
Ez, hogyha ezek után nem fog menni majd forgalomba, akkor megharaplak, jó van? Mi is azt mondjuk a gyerekeknek. Igen, és jel a szerencsés volt. Jó, hogy csinálnak. Na, de szétnézünk így. Oké. Van ez a féle megfordulás, hogy mindig, most ha megyünk vissza, hogy mindig jobbra húzódsz ki, mint most, meg lesz olyan, hogy az úttest balra van, és neked balra kell megfordulni, és mehetünk tovább. Uh-huh. Jó? Ez szerintem ez az egyszerűbb, hogy jobbra kihúzódsz, jelzel balra, és akkor megfordulsz. Jó? Nagyon pici gáz, de ne foglalkozz bele, ha ráted, ez ne szegje kedvedet, hogy esetleg ez egy kicsit ilyen negatív lesz. Az. Jó? És most akkor... Nem, nagyon aranyos kérdés volt, jelzel balra, szétnézel. Igen, és mehetünk. De gyorsan jött. Igen, és mehet is a gáz elkoplunk be. Hát a kettő, semmi baj. Jó, miért rántod? Ha megmondod, akkor nem haragszol. Mert nem engedtem fel a gázt. Nem, hirtelen engedtem a gázt. És akkor ilyen hirtelen megjött a motorfény, tudod? Vagy egy kicsit a felezőhöz. Ellenőrizd a két tükörben. Tiszti az idő. Egyet válaszoltam csak. Jó. Nem kell ennyire lendesnek lenned. Jó. Rendben vagy? Uh-huh. Most jó helyen vagyok? Nagyon. Uh-huh. Egy picit most jössz lefelé. Uh-huh. Azaz. Laza kéz. Figyelj csak, az a kérésem, uh-huh, hogy próbálj meg csuklóból vezetni. Hogy a kezed, az alkarod, a vállod, az nagyon laza legyen itt végig. Jó? Uh-huh. És csak a csuklóból. Nézd meg, csak a csuklóból. És akkor nem fárad. Tényleg múltkor nem volt izomlázat? Lábadnak vagy kezednek? De. Ugye? Tudom, mert egy olyan pozíciót fogsz, ugye az? De. És mi fájt? Hát mi nem fáj, de éreztem. Ez olyan izmokat hoz elő, amit nem használsz egyébként, tudod? Ez olyan, mint a tánc. Ha elkezdünk táncolni. A lábam, táncol, a vádlim aha, volt ott, a bal, nem? Hát, mintem az összes mind a kettőt. Igen, mert olyan pozícióban vagy, és lehet, hogy meg is voltál feszülve egy picit, tudod? Ez így szokott lenni. Élvezd a vezetés, ez nagyon fontos. A hibák ellenére. Tehát lesz, most ma egyébként ma egy hibáztam, de a lesznek is nagyon nagy hibák. Ennek ellenére is csak tanul mindig belőle, tudod, hozd magaddal a tapasztalatot, és építs teljesen, tehát itt valahol. Igen, persze egy fékkel is. És most a fék elengedem, de szétnézünk. Itt nem jellemző, hogy fehér ellenére jön a vonat, de ugye csak azt jelzi, hogy működik a berendezés is határozottan. Többszöri rövid nézéssel szét kell nézni. Mit jelent ez a többszöri rövid nézés? Hogy ne ragadjon ott a tekinteted, igen, mehet a gáz. Itt nagyon nagy az a sárgít, az a forma. Nem izgulsz még? Gázzel, mehet a három, és nem, még? Tudod, miért kérdeztem a méget? Igen, többig nyomd a kuplogot legközelebb. Hát mert jön a... elég nehéz itt kijönni. Ja? Hát akkor nem gondoltam. Én már igen. Ilyenkor szeretem, hogy kapunk egy pirosatot, vagy kapnak mögöttünk, és akkor nem zaklatnak, tudod. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem fázol? Nem, merre megyek majd? Jobbra megyünk, jó, az könnyebb lesz. Ugye, mert ha balra mész, akkor két sávot kell folyamatosan pásztázni, jó? Lesz ott egy tükör, ami segít. Na, szerintem most már mehet az irányjelző finoman fölfelé, nyom le a kuklóval, mert már kicsit be is remegett, és pici fékkel menj rá. És mindig érdemes a stop feliraton megállni, úgyhogy ahogy eltűnik a vonal, akkor utána finoman megállsz. Látod? Uh-huh. Így biztos nem mész túl rajta. Szép, mehet az egyes. Nem kap? Először üres, tudod? Mert hármasból. Ja, ilyet még nem is csináltunk, hogy hármasból egyes. Szerintem nem. És nagyon lassan gyere a kuklóval. Ez az. És finoman teszed az ívet. Látod, ahogy le van rajzolva. Igen. Ó, semmi baj. Kicsit finoman van. Igen. Nézd balra, de a tükör is ott van. Ott van, jó? Ott, igen, jön bizony. Jó? És akkor megint kezdheted előre. Egy picit nézd ide, majd többet szedjél legközelebb, jó? És jó, akkor megint indulhatok. Jó? Lassan. Tükör plusz oldalra nézd. Azért jó az a tükör. Igen, semmi baj. Nem lehet ezen annyira érezni a kuplungot, ebben igazad van, hogy egy meglódulósan indulunk el. Jó, ennyi. Gyorsan visszegyenesíted. Pici gáz, nyerünk. És mehet is a kettes kuplung, gáz. Na, ahogy te szép volt. Profi. Most mi volt a baj? Valengedtem. Nem. Előbb adt el gáz, mert ez nem hatunk be. Ha sokszor megcsináld, akkor leégeted a kuplungot, úgyhogy csak csinyád. De azért ez ki fogja bírni, jó? Tehát... Na, kifáradtál? Vagy mindig bírod? Kicsit kezdek.
csúcson kell abba hagyni, jó? Még egy dolgot akarok mutatni neked. Pont az elindulásból kifolyólag anyán indultál, de azért halljuk, hogy szituba voltál, tudom. Szerintem figyelj, ez legközebb jelesz ki, hogyha ilyeneket kikerül, igen, semmi baj. Mehet a hármas lassan, jó? Pici gázt adj neki, aztán visszaveszed, és előre tolod lazán a kezed. Először üresbe, semmi baj, először üres. Ahogy. Azért csináld lazán, mert vagy egyesbe fogod visszaverni, tudod, vagy véletlen, ha nagyon vehemens vagy, akkor ötödikbe fogod eltolni. És akkor az ugye nem játszik, nem? Tudod, mert az öt... Igen, egy picit. Ilyen, csak mondd el, hogy mondja, hogy miért nyomtam meg egy picit, mikor fölváltottál. Remektem. Úgy van. Aj, de tudja. Tehát ilyenkor kicsit kímélem is az autót, jó? Vagy egy picit hamarabb vagy gáz neki. De figyelj, ennyire mi nem vagyunk, azért valljuk, hogy most vagy másodszor. Tehát... Szerintem ez is nagyon jó, hogy már harmadik vagy Janelon néz, vagy 45-tel. Jó, mert vissza a gáz, becsatolom magam. Egy nagyon pici fék, most fékkel kezdünk, mert meg van lendítve az autó. Jó, 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 csak kicsit, és húzunk egy gyönyörű kettest, jó? Mert is üres, maga kuplunk be, anélkül, ne? Jó, jó, és lassan elengedett. Ez lesz a motorfék. Nagyon jó, látunk. Rögtön itt leparkolunk itt a buszparkoló előtt, jó? Kuplunk bemegy, igen, azaz, kuplunk szalad, pici fék, jó? Most nem baj, ha nem jelzed, csak fókuszálj a kormányra, mert egy picit íven kell megállnod, látod? Jó, most az a kérésem, hogy ott, ahol van a fürtös rász, látod? Igen. Na, és mehet az egyes. Most megáll fölvenni? Akkor nem éri. Akkor ahol állt a fürtös rász, igen. Odáig menjen 35 másodperc alatt. Akkor te mit tudom én, az mennyi? Hát több mint fél perc. Jó? Tehát, számolok. Egy. Jó. De nem mérhet oda előbb. Kettő. Három. Ez nem lesz jó. Jó, kezdjük előről. Érted a feladatot? Hát értem, de... Magyarul? Akkor... Nagyon lassan. Kezdheted. Jó? A vasoszlop, a csúnya oszlop, a villany oszlop. Egy. Kettő. Nagyon gyors, nyom le. Nyom le. Ne egy picit. A busz az bezavar. Nyom le. Az, az. És ne álljon meg. Ne álljon meg. De megint indulunk, jó? Gyere megint egy picit. Nagyon jó. De most egész jól csinálod, érzed? Hát, te is nyomtad. Micsoda? Te is nyomtad. Én hozzá nem érek. Ne? Nem. Biztos? Biztos. Jó? Jelez balra. Elengedsz mindenkit. És itt sem vagyunk, jó? Na, hogy látod? Nem engedett. De elengedett, igen. Oldalra nézel. Igen, tudod, és mehetünk. Jó.